Immáron második alkalommal tartották meg a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában a Magyar Munkavédelmi Akadémia munkabiztonsági konferenciáját. A célja a szakmabeliek tájékoztatása, illetve a munkáltatók érzékenyítése kicsit a munkabiztonság felé. Munkáltatóknak, munkavédelmi szakembereknek vegyesen vannak jelen egyébként, kicsit most több a munkavédelmi szakember, akik részt vettek. Viszont nagyon örülök, mert nagy vállalattól is jöttek munkavédelmi szakemberek és képviselők. Az eseményen olyan fontos témakörök kerültek terítékre, mint az innováció, a munkavédelmi törvény legutóbbi módosításai, illetve Gedeon András, a Magyar Munkavédelmi Akadémia egyik alapító tagja beszélt a munkavédelmi képviselők fontosságáról is. Az akadémia egy egész fiatal szervezet, hiszen 21-ben alakult. Itt az alapító tagok és most már néhány új tag dolgozunk együtt, tehát itt azért egy-két tucat emberről van szó, akikről azt mondhatjuk, hogy tagok, de hogyha azt nézzük, hogy kik azok, akik már ilyen-olyan módon kapcsolódnak az akadémia munkájába, képzőintézmények, cégek, más szervezetek képviselői, magánemberek, foglalkozás, egészségügyi orvos, munkavédelmi szakember, akkor azt látjuk, hogy azért ilyen értelemben bővül ez a merítés, akik együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak. Fontos megemlíteni, hogy ha csak a Facebook közösséget nézünk, azt is ide vehetjük, hiszen ők is már valamilyen módon próbálnak bekapcsolódni ebbe a közös munkába. Ez azért fontos, mert ugye nem csak a tudás megosztásról szól egy ilyen egyesület, hanem arról is, hogyha bármilyen változás történik a szakterület életében, ugye munkahelyi biztonságról beszélünk, akkor azt szakemberek megvitatják, akár közös álláspontot alakítanak ki, és ezt ki tudja hangosítani, mint egy non-profit szervezet, hogy ez egy összesített vélemény, szeretnénk erről beszélni, érdemes erről beszélni, akár publikálni is, és ilyen módon van az, hogy valóban megjelenünk ugyanúgy a médiában, valóban felkeltjük a figyelmet, egy ilyen kis belső pezsgést idézünk elő, úgyhogy sokkal kiforrottabb véleményünk, rálátásunk van egy-egy változással, vagy akár konkrét eseménnyel, balesettel kapcsolatban. És azért lehetőséget kap bármelyik tag arra is, hogyha neki van egy ötlete, kezdeményezése, fejlesztése, akkor egy szakmai kört kap, akikkel megvitatja, és mi segítünk ezt a szélesebb közönséggel is megismertetni, tehát mindenféleképpen lehetőség rejlik ebben. Tudásukat, széleskörű nemzetközi tapasztalatukat és kapcsolatrendszerüket többek között az energiaszektor, autóipar, építőipar, elektronikai iparbiztonság és környezetvédelem területein kamatoztatják. Gedeon András beszélt az egyik legmeghatározóbb módosításról, mely több millió dolgozót érint minden évben. Ez a kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat jelenti. Mint mondja, az érintettek várják a részletszabályokat, hogy mely munkakörökben marad meg a kötelező orvosi vizsgálat. Gedeon András többek között kifejtette azt is, hogy az intézkedésnek milyen népegészségügyi és egészségügyi hatásai lehetnek. Több jogszabálymódosítás is történt, nem mindegyik hatályos, csak tudjuk, hogy következik. Talán az, amelyik a legtöbb embert érinti vagy érintheti, az a foglalkozás egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos változás, mert hónapokkal később, majd valamikor talán az ősztáján eljöhet az, amikor nem mindenkinek lesz kötelező ilyen alkalmassági vizsgálaton részt venni. Erre mi is felhívtuk publikáción, illetve a saját közösségünkben a figyelmet ennek a veszélyeire, illetve arra is, hogy érdemes végig gondolni egy munkáltató fejével is, hogy ez milyen következményekkel járhat, hiszen hogyha kötelezően nem vizsgálják minden munkavállaló alkalmasságát, az neki egy kockázatot jelent, hiszen ő lehet egy olyan rejtve maradó betegsége, vagy hajlama, vagy egészségügyi nehézsége, ami befolyásolja a munkavégző képességét, és ez idővel nem csak az ő személyére, hanem a környezetére, illetve hát az adott vállalkozás üzletmenetére is hátrányos lehet. Tehát arra szoktuk bátorítani a munkáltatókat, hogy mindenképpen gondolják át, amíg lehet, vagy akár tovább is tartsák fönn ezt a vizsgálatot, és próbálják ilyen módon biztosítani a munkavállalóknak az munkára alkalmas egészségi állapotát, illetve legyen ismeretük erről. Ez egyébként a munkavállalónak is segítség, hiszen hogyha itt értesül arról például, hogy magas vérnyomásról nagyon-nagyon gyakori, azt tudjuk, hogy egy ebből fakadó rosszul lét az mindenkinek
egy nehéz helyzetet okoz, különösen akkor, hogyha mondjuk más emberekért felel, gépek működéséért felel, hogyha ő kiesik ebből a rendszerből, akkor veszélyhelyzetet teremt akaratán kívül. És számos ilyen apró betegség van, vagy apró egészségügyi probléma, ami kezdeti szakaszban jól kezelhető, gyógyítható, legyen szó magas vérnyomásról, cukorbetegségről, és hogyha ezt csirájában kiderül, akkor ő sokkal jobb egészségi állapotban fog tovább dolgozni, és kevesebb kockázatot jelent a környezetére is. Tehát mindenképpen érdemes munkáltatói oldalról megfontolni, és igen, mi is tudjuk, hogy vannak ellátási nehézségek itt, hiszen kevés a foglalkozás egészségügyi orvos, akinek van jogosultsága elvégezni ezeket a vizsgálatokat, de hogyha ott ezt lehet valamilyen módon átszervezni, vagy mérlegelni, hogy hogyan tudnak erre kapacitást tenni, akkor az mindenképpen hasznos lehet, de ez természetesen mi, mint munkavédelemmel foglalkozó szervezet, ezt nem tudjuk, nem is akarjuk nekik megmondani, de az, hogy egy közös megoldás keresésben az eddigi tapasztalataim alapján igenis partner tud lenni az orvosi szakma. Ezek a módosítások lényegében azt jelentik, hogy a munkavédelemről szóló törvény módosításával megszűnik a munkára való alkalmasság kötelező orvosi vizsgálathoz kötése, ami komoly veszélyeket hordoz.